csak hogy világos, hogy ilyen Géphodor Gábor múlt héten itt volt, és akkor ezt az anyagot időhiányban, de tényleg amiatt nem adtuk le. Úgyhogy nem arról van szó, hogy itt most a háta mögött ezzel riegnénk, röhögnénk. Ez egy fiatal. De miért ne lehetne egyébként a háta mögött riegni? Hát azért, mert ha már egyszer itt volt a múlt héten, amikor már megvolt a film, akkor az lett volna udvarja. De egyszerűen én vállom a felelősséget. Most az egész ország háta mögött riegnünk, röhögünk itt a tenna, mindegy. De büszke lehet rá, ha itt van, ha nincs itt, nem? Na mindegy. Az én megjegyzésem csak annyi, hogy szóval ez a népnevelési módszer, hogy Viktor előre meg... Egyetlen egy kérdést teszek fel, de válasz nem, mert akár honnan tudta Viktor ezt ennyire előre? Mindenkinél előrébb tudta. Én inkább kérdezhetek már. Nekem csak az jutott eszembe, hogy az ember itt hall valamit, ott hall valamit. Lehet, hogy Putyin elvtárs mondott neki valamit, hogy mire kell készülni. Nem hinném, hogy... Dehogy nem, az orosz titkosszolgálat, ez nagyon, de nagyon... Ezt a magyar titkosszolgálat is szerintem... Sőt, még titkosszolgálatnak se kellett tud lenni, hogy azt lássa az ember, hogy a 2012-es, 2013-as, 2014-es menedékkérők száma alapján, és a további növekedés látva, hogy ebből előbb-utóbb olyan baj lesz, ami már az országban is érezhető. Amikor ugye annak idején voltak ezek a plakátok tavasszal, és valóban eléggé sokat szíven ütöttek, akkor hallottam azt a magyarázatot kormányzati körökből, hogy igen, ezek most durvának tűnnek, de amikor véget ér a 2015-ös év, akkor amikor visszatekintünk erre az évre, akkor ez nem a durvább dolgok közé fog tartozni az egész migrációs ügyben, és igazuk lett. Tehát ez egyfajta politikai előrelátásnak a... Bocsáss meg, így nem van. Csak, hogy igaz, tök igaz, amit mondasz, tehát és mennyire szót, volt. Nyugodtan, majd az Ákos, ez alapvetően ketten. Ez úgyis a kettő, szállunk erre egy de ha haza is mehetek, akkor mi az, hogy a kettőtök dolga? Akkor ez így még jobb. Hát na, de... Mindannyiunk dolga, mindegy. Tehát szerintem ebben az ügyben nyilván az imént látott videó az meglehetősen tendenciózus és túlzó. Tényleg? Nyilván. Viszont valóság meg megvan, hogy én nem gondolom azt, hogy az Orbán által képviselt álláspont az a következő hónapokban gyengülne mondjuk az európai közegben. Szerintem napról napra, ahogy Svédországban, ahogy Németországban egyre újabb menekültáborok gyulladnak fel, ahogy egyre nő a feszültség, én nem tudom elképzelni azt, hogy akár következő hónapokban, következő években egy befogadóbb irányba mozdulna az európai közegben. Szerintem benne van a lehetőség annak, hogy nagyon brutálisan jobbra fog csúszni. Csak egy megjegyzés, a rádióban, hogy ez a svéd, a norvégiai gyilkosság, amikor nem tudom, Svédország, a kardozós, igen. Annak is rasszista háttere volt, és egy alapvetően bevándorlók által lakott 50 ezer ipari település iskolájában. Szélsőjobbról. Igen. Nem, mint hogyha visszatértek arra, amit mondtál, szerintem nagyon sok dolog igaz, hiszen ugye erről szól most az egész menekültügyi válság. Mi, aki tényleg ott vagyunk a szintéren, egyszerűen most már nem, de tényleg fél napra változott a helyzet, nem lehetett tudni, hogy mi történik. Az, hogyha ezt Orbán Viktor erőre tudta, akkor én azt kérdezem tőle, hogy akkor miért nem készült fel jobban. Ez az egyik, ami engem érdekel, meg ami engem szíven üt, az, hogy annyiszor elképzeltem, tudom, hogy ez nagyon naív, de annyiszor elképzeltem, hogy az én hazám olyan plakátokat tesz ki, hogy emberek, nagyon sokan a háború elől menekülnek, fogadjuk őket tárt karokkal, akkor milyen lenne most a magyar társadalom, és biztos vagyok, hogy ugyanúgy reagáltam, csak pozitív irányba. A harmadik viszont, hogy ez az anyag szerintem nagyon szép. Tartalmától én tényleg kifordul a gyomrom, de nagyon szépen van megcsinálva, nagyon szép vizuális. És tényleg... mit üzen neked ez az anyag? Hát én az a baj, hogy hát hogy mondjam, próbáltam azt nézni, hogyha mondjuk egy átlagemberként tekintenék, igen, rá, akkor engem biztos, hogy becsapna ez az anyag, mert hogy olyan szép, jó a zene, szépek a képek, és én ezért vagyok nagyon mérges. De mit üzen, mit akar mondani? Hát gondolom azt, hogy Orbán Viktor megvédi a hazánkat, mert ezek az emberek, akik érkeznek, tőlük félni kell, ők terroristák, stb. Én mindenből csak ezt tudtam kiolvasni egyébként, mert ezektől az emberektől nem kell megvédeni az országot, mint hogy a 2000... Bértolnokokat is szokott a tanár úr képezni? Bértolnokokat? Igen. Ez a feladatunk? Nem. Kulturálisan? Nem, ez Kalasnyikov elvtárs kitalált egy géppisztolyt, hogy aztán ki mire használja. Nem, de ez azért nagyon szomorú, mert utána ilyen gyilkosságok történik, hogy az Amnesty nagyon sokat foglalkozik a gyűlöletbűncselekményekkel is. Ez szít egy olyan
megenged egy olyan előítéletet a társadalomnak, szítja azt, nem tudom, hogy hányan tudják az asztalnál, de nemrég néztem meg a friss adatokat, ma Magyarországon kb. 4500 menekült van, aki letelepedett már nagyon régóta, és összesen kb. 600 menekült él a menekülttáborokban, 5100-nál tartunk, és 680-an vannak, ugye, mivel kitiltották őket a bűncselekmény miatt, ülnek a BV intézményekben, a tiltott határzár átlépés, mert ennyi darab gyerekek is köztük, ennyi darab külföldi, tehát nem külföldi, de hogy menekült, menedék körül van, az egy semmi. Egy 10 milliós ország, egy olyan Magyarország, akire nagyon sokszor lehet büszke lenni, és én is nagyon sokszor szeretnék büszke lenni. És én egy ilyen videót látok, csak mondjuk arról szól, hogy legyünk toleránsak és nyitottak, és ne az előítéletek alapján cselekedjünk, szerintem nagyon nagy erej lenne, és bárcsak ilyenekkel is foglalkoznánk. De ez szerintem olyan szempontból is több rétegű probléma, hogy az EU-nak is részei vagyunk. Tehát, és az EU problémája és a mi problémáink ez is. Pláne a Németország problémája. És a felelősség is közös. Pláne a Németország problémája. Tehát attól még, tehát... Egyéni megoldást kell keresni, vagy közös megoldás szerinted? Szerintem ez az egyéni megoldás, ez egy nyomásgyakorlás a közös megoldás irányába. De ugye, milyen? A miniszterelnök mindig azt mondja, hogy védje meg az EU a külső határait, hogyha nem védi meg, akkor Magyarország fogja a saját Magyarország külső határait. Magyarország fel van erre készítve, vagy predesztinálva nem volt erre felkészítve, emiatt is volt. Épült úgy ez a kerítés, ahogy épült. De szerintem ez egy teljesen jogos álláspont, és ráadásul egyet is értek vele, hogy ez a kerítés szerintem azért épült, hogy aztán le lehessen bontani, és Európa külső határain épüljön ez fel. Ráadásul 60 milliárdért, Ákos. Akár 60 milliárd is szerintem történelmi léptékben. A tavalyi menekültügyi büdzsé 2,4 milliárd forint volt. Azt az EU fizette, ezt mi adófizető. 60 milliárdért, lebontom majd. Szerintem amekkora problémát ez jelenthet Európa számára, ahhoz képest egészen marginális, hogy ez a valóban nem túl profi kerítés, ami felépült, ugye, hogyha látjuk, hogy Spanyolország miért épít ehhez képest. Jó, egy megjegyzés, én az Ákossal értek egyet, ez a kerítés azért épült, hogy le lehessen filmezni, röszkén le lehessen filmezni az összecsapásokat. Akkor engem is lekőgázoztak, pedig és kikényszerítsük azt, hogy Európai Unió valamit véget találjon ki. De az Európai Unió felajánlott Magyarországnak rengeteg segítséget. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága házakat ígért, és Magyarország nemet mondott rá. Miért? De, hogy lehessen belőle politikai tőkét kovácsolni, és gyűlöletet kelteni? Ő azt mondja gazdaságit is. Hát pénzt akarunk. Az a baj ezzel a dologgal, az a baj, hogy tényleg több rétegű, és ki bizonyos értelemben ízlése, ösztönei, meg politikai értékválasztása, vagy helyzete miatt. Én abszolút értem azt, hogy ti emberjogi szempontból vizsgáljátok kizárólag ezt a dolgot. Nyilván egyébként igen. Nem csak ennyi oldala van. Ez a álláspont, ez egy releváns álláspont, így van. A miniszterelnök adott esetben egy másik pozícióban van ebben az egész históriában, és majdnem mellékes különben, hogy most picie vagy nagy. És egyébként, én ezt állítom, egyébként, hogy mit csinál belpolitikailag ebben a hazában, és hogy én most szimpatizálok-e az ő politikájával általában, vagy nem, azt azért azzal a kérdéssel nem szabad összekeverni, hogy igen, ebben az ügyben valamilyen rejtélyesokból, de hát már az ember az ilyen, neki az ösztönei előbb és erőteljesebben késztették lépésre, és egyébként helyes lépésre ebben az ügyben. Mert az a tény, hogy egyébként a kontinensen regláló nemzetállamok egyelőre ezen kívül semmiféle épelmélyű mondatot nem mondtak. Egyébként tőled is szívesen megkérdeném, Gyurikám, hogy képzeled? Annyira kíváncsi lennék, értem a te logikádat, amikor elmondod, hogy ez mekkora baromság, mint az Orbán csinál. Egy konkrét javaslatot mondjál. Mondok neked. Egyet. De nem barokos jelzőket mondjál, hanem egy konkrét. Ezt megkérdezted egy másik műsorban is. Van még témánk. Már is adom. De ez elég súlyos. Egyetlen egy megoldást tudok elképzelni. Körülbelül úgy képzelem ezt el, mint azt az embert, aki a hajó árborcán fölmegy a tetejére, és ő már hamarabb látja, mint akik lent vannak a hajó tartján. Jelezni kell. Mi a javaslat? Na, nem kerítést kell építeni, jelzést kell adni, semmire van. Évek óta jelzik, hogy baj van, Meg háromszorozták a tengeri, a Marine Ostromot, meg háromszorozták a Triton működését, kapacitását, sokkal kevesebb ember hal most már meg a mediterrán térségben. Török is, görög is. A török, tehát Görögország ugye össze van omolva, Szíriánál lehet tudni, hogy
túlcsordult, mert 2 millió szír van Törökországban, 1,2 millió Libanonban. Egyértelmű, hogy ott már nem félnek el, lehetett tudni, hogy jönnek. Az EU-nak közös felelőssége, ezt mi is folyamatosan hangoztatjuk. Az, hogy Németország egyedül vállalja be az egészet, ez nem fel. És az, hogy Orbán Viktor lepatint mindenkit az 5800 menekültjével, aki mondja, ez lehetett tudniban, azért van egy komoly szerepe a Merkel nyilatkozatnak. Szerintem az, hogyha néhány év múlva visszanézünk, akkor úgy nem értékeljük ebben is az Ákosnak van az igaza, mert éppen a menekültek számára telefonon meg ilyen-olyan eszközökkel a suttogó propaganda által, hogy Merkel mit mondott, mit tudom én, ennek sokkal fontosabb ereje van, mint a primitív stencilezett. Borzasztó erős ennek a dolognak a nyilvánosság már abban az értelemben, hogy profiát, hogy csak gondoljatok abban az apróságban, hogy mondjuk kedden konstatálják, hogy itt nem lehet átmenni, mondjuk kedden délbe, és kedden este már egyébként pontosan tudják, hogy hol van. De hát azért, mert a szerbek buszosították őket. És egy nap múlva pedig átszállított Magyarországon őket. Mint odafigyelő, predesztinált proféta. Csak az a baj, hogy nem válaszoltál. Dehogy nem válaszoltam. Figyelj, de nem válaszoltál. Azt mondtam, hogy neki jelzést kell adni, és nem kerítést építeni 60 milliárdért. A maga egyébként ráadásul rossz jelzést adott. Adott ugyan, de ezzel a szörnyű kampány elmarasztalása, utálom, gyűlölöm, és baromi nagy károkat okozott. Nem csak kifelé, külön itt belül, mert az ember nézd meg, hogy milyen a belső adott. De te válaszolj az én kérdéseim, hogy csedd meg. Hanem azért, mert azon kívül az emberjogi álláspontot értem, de vannak más politikai szereplők is. Egyetlen képelmény mondat nem hangzott el arra nézvést, hogy ha a jelzések nem működnek, akkor mit csináljunk? Sándor. Mert hogy annak a következményeit nem azt a következményeit. De mi a dolga de nem egy csak... ilyen európai országnak, mint a miénk? Mi a dolga? Például ha ilyen jól előre látja most KGB Bélától függetlenítve is, amit a Henrik felvetett. Ha látja ezt a nagy bajt, és készül rá, mert készülnek a plakátok és a társadalmat felvetni, akkor nem az lenne a javaslata, kedves miniszterelnök társak, üljünk már le egy ilyen asztal köré, nézzük meg, hogy mit kell csinálnunk, hanem elmegyek és kerítést építek, és eljátszom azt, hogy én vagyok az Európa védője. Nem tudjuk, hogy ilyen történt. Nem az volt, hogy az első pillanatban elkezdtek kerítésre, azt mondták, hogy kerítést fogunk építeni. Ha nincsen európai megoldás, kerítést építeni. De milyen feltételeket szabsz te a egyelőre csak egy tényt látunk egyébként, hogy az többi európai állam vezetői jellemzően sehogy nem reagálnak. Hát semben mégsem rúghatja őket, ez az egyik dolog. Én azt megint csak persze egy gyalázatos dolognak tartom, hogy ezt az egész dolgot a terrorizmussal és a terrorizmussal való riogatással kapcsolatban. Ezt már Párizsban elkezdte. Hát onnan jött az ötlet. Nem most kezdte, már Párizsban terrorista veszélyről beszéltünk, amikor az a újságírókkal. Ez a helyzet, látom, ez az oka annak, hogy ebben Sanyi, a dolgot... Jó, ezt a dolgot zárjuk, ezt a dolgot le kell zárni, mert tovább kell menni. Egyetlen megjegyzés. Leányfalu, mélygarázs. Német rendszámú autó, kiszáll egy pasas meglát. Oda jön, jó napot, Havas úr. Most megyek vissza Németországba, letelt a vakáció. Igen, már nyugdíjas, jól öltözött, szimpatikus értelmiség, jó. Szóval megyek haza. Egy dolgot szeretnék kérdezni Frau Merkellel kapcsolatban. Maga szerint mit fog mondani Frau Merkel, hogyha mondjuk ketten besétálnak a Kölni dombba? Az egyik a jobboldali hajóban, ül le, a másik a baloldali hajóban, aztán felrobbantják magukat. Azt mondom, magam például most mit üzen Frau Merkelnek ezzel a lehetőséggel kapcsolatban? Láttam, mint egy hülye, és mondtam, hogy... Henrik, hát ez megint ugyanazt mondod, amit mi mondom, is mondunk. Azt mondom, hogy ez tegnap előtt volt. És ez az úr egy német rendszámú autóból kiszállóan megkérdezte, hogy Frau Merkel majd hogyan fogja megmagyarázni, hogy a kölni dombot ketten felrobbant. De ez országok, Henrik, hát értjük meg valamit. Ezt akartam mondani, ez egy európai közösség. Kultúrországok tartják a 28 tagállamot. Miért kell őket lenézni Magyarországról? 10 millió ember nevében. Arról beszél, hogy ez az ember arra gondol, hogy előbb-utóbb mágneskapuk kellenek majd a kölni dombhoz, és meg a Mátyás templomhoz. Én, aki januárban gyakorlatilag Európába hozzuk a közel-keletet. Hogy nem a közel-keletieknek adunk egy európai életet, hanem azokat a konfliktusokat, amiket én ott nem lehet. Tényleg nem érted, hogy miről beszélt ez az ember? Én, aki Orbán Viktor vagyok, nem vagyok, de ha az lennék, és januárban látom tisztán ezt a képet,
akkor nekem diktátumokat kell bevezetnem Európa irányába, vagy azt mondani, hogy kedveseim, itt nagy bajt látok. Figyelj, segítsetek Gyuri. Közös megoldásba. Ez elmaradt, Sándor. Gyuri. Elmaradt. Abban az értelemben igazad van, azt én is szoktam ezzel játszani, hogy egy kis hercegségből, és ez most egy ilyen vizé lenne, egy kis hercegségből egyébként most lehetett volna a német-római császár is akár, mert noha szerintem helyesen tette, amit mondjuk tevőlegesen ebben az ügyben csinált, és nem tudjuk egyébként, sőt biztos, hogy megtette különben, konkrét információink nincsenek, biztos, hogy volt ebben egy diskurzus, de amit gyűlöletet keltett és a terrorizmussal igen. összekapcsolt igen. propagandától, szerintem attól hányok, és ráadásul kontraproduktív, mert az ország minden egyes szereplőjét egymással egyetlen mondat, Jenei kisasszony, aztán köszönöm, van és még. Ez még én azzal fejelném én meg tovább, és én ezért is vagyok nagyon mérges, mert minket nem rémisz meg a terrorizmus, de nagyon sok magyar most tényleg fél. Ők tényleg azt hiszik, hogy itt baj van, és így kitolni a magyar emberekkel, hogy... És igen, tehát, hogy én ezért nagyon mérges vagyok, igen. és nem beszélve arról, amikor a 13 éves kisgyerek kést tesz a torkának a színesebb bőrű osztálytársához, 13 évesen, hogy menjél haza, te bevándorl, és olyan társadalmi károk vannak, amiért én nagyon mérges vagyok. Alaptalanul vádolták az ökotárs alapítványt. Akkor is mérges vagyok. Igen. Ott még mérges vagyok.